Figyelj, reméljük, hogy működik, mert... Lerobbant a mozdony, de semmi gond, a MÁV küldött egy másikat. Így választja ki a lélek a családot, ahova születik. Jézusom, mi lesz? De az a mozdony is lerobbant, viszont semmi gond, mert a MÁV küldött egy harmadikat. Orbánék, beszóltak Azarián. Itt vagyunk ugye a, mi ez? A tönkretett városligában, de mióta ugye tönkretett a Fidesz azóta, annyira tönkretté, hogy ide járnak is az emberek, és nem csak a hajléktalanok. Élhetetlen lett. Egész egyszerűen nincsenek fák. Kicsit átalakítjuk a szobánkat, irodánkat. Ez lesz az új szobánk. Az, ugye az új gép miatt ugye berakjuk a gépet egy új helyre, és olyan az egész házod, hogy mint fel lenne robbanva, és egyszerűen tudtam, hogy nem fogjuk tudni összerakni a gépeket a mai adásig, úgyhogy gondoltam, hogy ha kijövünk, mert úgyis le kell tesztelni ezt a dolgot, és mert majd megyünk fesztiválokra, meg amúgy is szerettünk volna kijönni, csak hát akkor ezért remek alkalom. Mit keres itt egy autó? Akkor gondoltuk, hogy megnézzük, hogy ez a setup mennyire működik, és akkor levonjuk a tanulságokat, és megnézzük, hogy mit kell venni, hogy itt a kinti streamelés is működjön, de egyelőre még nem omlott össze az egész. Jó, van ez így. Melyik hírrel akarod kezdeni? A mozdony? Ez egy jó hír. Komárom és Székesfehérvár között prominens vasútvonalon lerohadt a mozdony. Azért, mert alapból hiány volt a vonatokból, a szar bizumtokból, amik ugye szoktak közlekedni arra, ezért egy másmilyen vonatot indítottak, ami nyilván remek kondícióban volt, ezért lerohadt útközben. Úgyhogy küldtek egy másik mozdonyt, hogy akkor az húzza ki, de nem sokkal később az is lerohadt. Úgyhogy egy harmadik mozdony, azt néz. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy csak mondd el, hogy néz ki Magyarország. Ez mi? Ez Tatabánya főtere? De alapból mi ez? Nézd meg, ott van egy darab vagon, amit húzott egy darab mozdony. Hogy néz ki ez, bazd meg? És utána húzza még két ilyen lerohadt, pöfékelő, szutyog, dízel, szemétdom mozdony. Amíg még egy iszékén, meg egy tartálykocsi, hogy ezt a három szart ellássa. És így fújják ki a kormot, meg a szart. Elképesztő. És ugye mi volt, hogy 2009-ben a büdös Gyurcsány lezáratta a mellékvonalakat, például ezt is. 2010-ben a magas Orbán Viktor miniszterelnök úr újra nyitotta, anélkül, hogy bármit csinált volna rajta. És utána meg meglepődünk, hogy ilyen szar. És akkor napi két vonat közlekedett rajta, most már ez is elvileg a Vitézi Dávidnak köszönhetően egy kicsit több, de hát még mindig használhatatlanak ezek a mellékvonalak. És ilyen okádék nyomorult park, járműpark van, amivel próbálnak ott közlekedni az emberek, és utána meg meglepődünk, hogy mindenki autóval. Ez a baj, ezt hova adod el ezeket? Hát ezeket roncsnak. Na, de hogyha már ilyen, nem tudom, ehhez nem kapcsolódik, de hogy hasonló hírünk van, ami... A kormányhivatal ellenőrei rosszul lettek, mikor kivonultak a Bátony terenyei akkumulátorgyár feldolgozóban. Szevasztok, Bátony terenyeiek! Szevasztok! Végre mi kimentek az ellenőrök, aztán meg akartátok mérgezni őket, bazzen. De most már remélem, akkor mindenki megnyugodott, hogy nincs semmi probléma, csak az ellenőrök is majdnem belehaltak abba, hogy elmentek oda. Igen, azt mondja, hogy elmentek ebbe a Sunghitek Hungary Kft. Amúgy... Na mindegy, oké. Okay. Ahol a legalapvetőbb technológiai előírásokat is rendszeresen megszegték. A hatóságok többször megbírságoltak a céget, amely ennek ellenére nem változtatott érdemben a működését, írja hosszú cikkében az Átlátszó. Amúgy ugye mi történt? Rákkeltő anyagokkal veszélyeztette az ott dolgozók és környéken élők egészségét, pumpálta ki a környékre is, nagyon kedves. Előzőleg halálos baleset is történt. Oké. Okay. A cég másik telepén szintén súlyos állapotok uralkodnak, ez utóbbiban több száz tonna akkumulátor megsemmisítéséből származó engedély nélkül tárolt hulladékot találtak az ellenőrök, és azt mondja, hogy meg is büntették őket 31 millió forintra. Hát jó. Hát, tényleg meghalt egy ember, szennyezték ott, mérgezték a környezetet, engedély nélkül tárultak mérgező anyagokat, hogy csak így ott hemperegtek, rákkeltő anyagokat, de amúgy több esetben ilyen 1-2 millióra bírságolták őket, és akkor oké, okay, most ott van ez a 31, én nem tudom, hogy ez az összes büntetés összeadva, vagy ez még azokra adódik rá, hogy még 31 millió forintra büntették őket, de ugye 9 milliárdos beruházás, amiből majdnem 3 milliárdot az állam állt, úgyhogy nagyon szívesen, innen is ezeknek a görényeknek. Hát, hogy megbünteted őket 31 millióra. Mi fog történni? Mit vált ettől a hatóság? Semmi. Amúgy nem is értem, hogy miért nem akarnak az emberek több akkumulátorgyárat. Jó, ez nem akkumulátorgyár, de ahhoz kapcsolódó dolgokat csinál. De ez amúgy kurva jó lenne tényleg ráállni. Miért nem bezáratják, hogy valami ilyenkor? Két dolog van. Vannak, akik azt mondják, hogy az akkumulátorgyáraknak igenis nagy jövőjük van, és érdemes ebben a technológiában nekünk úttörőknek lennünk. Emeli, ugye
a Fidesznek van egy ilyen narratívája, hogy ez a büdös Luddit a baloldal, meg aki bármilyen ellenvetést. Kicsodát? Ti voltatok már nagyjászokra. Szóval, amit még felszoktak hozni, hogy ugye ez a fejlődést próbáljuk visszavetni az országban, akik felszólunk. Vagy amikor ilyenkor egy gyerek felismer egy Big Man videóból, akkor arra gondolok, hogy legutóbb egy ilyen csókolgattatok egy ilyen nem tudom mit. Szerintem erre most nem kell kitérni. Szóval, mi büdös ludditák, akik próbáljuk megakadályozni a fejlődést ebbe az országba, és azt mondjuk, hogy talán az akkumulátorgyáraknak nem így kéne megépülni a Magyarországon. Ezt szokta felhozni a drága párt, hogy itt mindenki, aki ezt megakadályozná, az a fejlődés útjába áll. Miközben bazd meg, nem arról van szó, hogy ők az ország felemelkedéséért dolgoznának, hanem arról van szó, hogy ők megpróbálják ezt a bizniszt, szóval, hogy így megpróbálnak nyerészkedni még egy bizniszen, miközben látható, hogy emberek halnak meg. Emberek lesznek rákosak, embereket veszélyeztetnek, ivóvízkészletet veszélyeztetnek. Szóval ezek után nem tudom, miért kell meglepődni, hogy valaki esetleg ezen fenn. Szerintem ennek van lenne egy megoldása, hogy ne találjanak ilyen. Mondjuk azt mondták, hogy ilyen sok milliárdos nyerességük van, szóval ez a 30 millió büntetés, ez lehet, hogy nem túl elrettentő, az úgy zsebből kifizetik az azampi bevételből. De hát ez amennyit fizethet. Kicsit szigorúbb szabályozás az nem ártana, de akkor lehetne azt, hogy ne találjanak ilyen szabálytalanságokat, inkább nem is ellenőrizni. Ja, igen. Szerintem az egy megoldás, mert akkor viszonylag kevés szabálytalanságot vesz nehéz. Igen, de lehet, hogy a 15 halott ember mondjuk az így már feltűnne egy gyártelepen. Legalább ők megkapták a 30 milliárdos büntetést, az úgy, hogy még egy ember is meghalt, de az ellenzék az megkapta a több milliárdos büntetését, nem tudom miért is. Azért, mert elfogadott dollárokat külföldön. Azért, mert hát még nem bizonyosodott be, hogy volt ez pontosan, de a vád az ez. És az állami számbevőszék úgy tűnik, hogy a vádra alapozva büntette meg őket. Vádra alapozva? Nem tudom, gondolom, hogy lefolytattak valami vizsgálatot, és akkor ők ezt javasolják. Volt egy a fideszesek kivizsgálták, és arra jutottak, hogy igenis az ellenzéket meg kell büntetni. A Kocsis Máté azt mondta, hogy fú, már annyit mondtam, hogy már nem büntetjük meg őket. Ja, ja, de mennyire? Nem mered 4 milliárdra. Egyfelől szevasz Orbán Balázs, ha itt látod, akkor válaszolj már nekünk, mert hetek óta írtunk, hogy gyere egy közös többszörösbe. Nem könnyű vállalható kormány közeli ember talán. Orbán Balázs maradt nekünk az utolsó mencsvárunk, ha már Novák Katalin nem jön el. Na de, Orbán Balázs odaszúrt Azariának a kormánykritikus dalszövege miatt. Erre van ideje, bazzen? Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója reagált Azaria for Moods. Egy hónap késéssel, jó? Oké, okay, mint mondta, a művész úr mindig is jobb volt szövegírásban, mint szövegértésben. Damn! Hát, ez odaszúrt. És ezt megindokolta? Mint arra az Index írt, is írt korábban, oké, okay, jó, oké, okay. Nem. És ennyi? Ennyi, hogy nyilvánvaló, hogy a művész úr mindig is jobb volt szövegírásban, mint szövegértésben, de ettől függetlenül sok sikert kívánok neki a továbbiakban is. Amúgy az miért van, hogy a cikkek azt kezdték el, például kedves Index, hogy idézi a Blikket, de nem linkeli. Szóval azt nem illene linkelni. Ez egy bunkóság. Át lehessen kattintani. Ha már valaki megcsinálja nektek a hírt. Melyik részével volt baj a szövegnek? Nem, a szöveg azt tetszett neki, akkor milyen értelme, milyen szövegérté? Nem, hát amit ő mondott, ugye, hogy a kiuralja az adott ország médiáját. Ezt nem lehet más, hogy de hát arra az Attila csak bevágta ezt a részletet. Igen, és az a dal az miről szól? Arról szól, hogy ja, ugye ez így jól Orbán van? Orbán Balázsnak arról kellett volna szólni, hogy jól értem ez a szöveget, hogy minden szép, minden jó, Orbán mit tudod a király? Igen, Bides Gyurcsány. Erről szólt van, akkor jól értelmezte volna. Ember lett volna, igen. Mindegy, amúgy is tudjuk, hogy ezek a kormány közelék mennyire értenek a zenéhez. De amúgy hát szerintem igen. Ez egy eléggé magától értetődő. Jó, de azért nem Orbán Balázs a felelős a Petőfi zenei díjakért. Miért vannak besérülve, hogy kicsit valaki kormánykritikus? Remélem majd reagálnak a Krúbinak az új albumára is, mert lehet, hogy ott is el lesz ejtve egy-két kormánykritikus mondat. Igen, de lehet, hogy személy szerint nincsen megszólítva senki, és akkor így meg ugye. Kit kérdezzenek meg róla az Orbánt? Azt fogja mondani, hogy bocsánat, de a nyomkodós telefonján csak a polifonikus csengő hangokat hallgatja. Vagy azt tudom elkezdeni, hogy ilyen mély basszust hallgat, hogy csak ilyen morajlást, és az megnyugtatja a lelkét. Szintén meg Limp Bizkitet. Nem, én azt hittem, hogy itt nagyobb balhé lesz, de jó lenne egy Orbán Balázs versus Azaria balhé. Oda-vissza szólogatnának egymásnak, én azt adnám.
Tovább gyűrűzik a... A telexbotrány. A véletlenül kiküldött levelezés gép. Ne felejtsük el, tehát abban a belső levelezésben azt beszélték ugye, hogy nem mondhatjuk az igazat, hanem tehát valamit hazudnunk kell, hogy úgy kell hazudnunk, hogy ne égjen ránk. Ez volt a levelezésben. Tehát akkor itt egyébként az történt, most így felidézem még egyszer, hogy... Már várja, hogy mikor lesz már a TV2-s haverom? Már faszom ki van a telexessen, már megint itt baszakodik. Igen. Miért nem kérdeznek arról, hogy vajon miért árulja a hazáját Gyurcsány Ferenc? Gyakorlatilag hazudtak. Az, hogy ennek most már napok óta nincsen következménye, az mit jelent? Elfogadható akkor a kormány szerint, hogy így kommunikál. Az is következmény, hogy ő most ezt a kérdést felteszi, és megszámolhatatlan cikk jelent meg az ügyről. Jogos. Sajtószabadság van. Ez nagyon jó, majd lesz olyan, hogy így betörök valahova, és ellopok mindent, és akkor a bíróságon azt mondom, de hát volt róla cikk, úgyhogy most már nem kell ítélni. Igaz, volt róla. Hallottam az utcán, valaki mondta, hogy ön egy görény. Úgyhogy ez azt hiszem elég büntetés. Volt olyan kormány, ahol az egész politika, annak fő iránya a hazugságra épült. Egy szellemesnek szánt megjegyzés, mert legyünk őszintén, itt erről van szó, ami arra utal, hogy bizonyos kérdéseket lehet szépíteni, vagy lehet fülenteni, az sem helyes, az sem elfogadható. Szellemesnek szánt megjegyzés van. Ez csak egy vicc. Vicci. Gyurcsány parodizálta. Persze. Telex nem érti a vicce. Hülye vagy Telex? Milyen befeszültek, bazzen. Tehát akkor ez nem hazugság ön szerint, mert így gyakorlatilag azért, hogy ki elolvasta a levelezést, annak elég egyértelmű, hogy nem az igazat küldték el végül a Telexnek, illetve hát az igazat is elküldték, mert a belső levelezést is elküldték. De az, hogy ennek nincs következménye, ez akkor mit jelent ön szerint? Tehát akkor Orbán Viktor vagy Pintér Sándornak elfogadható, hogy hát ahogy ön fogalmaz, füllent az egyik államtitkárjuk a sajtónak? Ez meg szegény Gulyás Gergely. A faszért nem tiltottuk ki még a Telexet erről a retkes eseményről. Elismételni tudom azt, hogy nyilvánvaló. Szegény. Mennyire látszik, hogy már ilyen rosszul felel. A helyes módja az, hogy igazat kell mondani, és a politika néhány területétől eltekintve nemzetbiztonsági érdek, és a többi, ahol titkosításra vagy adatok nyilvánossága. Csak kell, mit kacsingatsz a lányoknál? Volt kutyája is. A valóságot kell mondani, és azokat az érveket, amelyek egy-egy döntésre vezettek. Hogyha egy kormány... Ezek kicsit belebonyolottam ebbe a Gulyás Gergely, de szerintem ő is amúgy. Tudod, hogy milyennek érzem, mint mikor valami olyan tárgyból feleltem, ahol semmit se tudtam, és akkor így... Hát, igen, Adi Endre legjobb barátja. Normális vitákat követően hoz meg döntéseket, akkor szerintem az azt eredményezi, hogy a mögötte álló érvek vállalhatóak. Én a magyar oktatásban is olyan döntéseket látok, ami lehet, hogy nem mindig tökéletesek, lehet, hogy vitathatók, még olyan is lehet, hogy tévesek, de mindig érdemi vita, beszélgetés, konzultáció előzte meg. Volt érdemi vita az oktatás előtt, és volt egy 18 órás parlamenti vita, csak a Fidesz elment róla, de amúgy legalább ott mondja ezt. Hát meg ugye a szakmai szervezetekkel is nagyon sok egyeztetés volt, hogy várjál? Nem. Mindenki nagyon kapaszkodjon meg, amikor a Gulyás Gergelyt hallgatja. Csezd le a gyerekeket. Borka, tőled biztos félnek, mert lány vagy. Mit csinálsz? Így kell. Borka, tényleg a Petinek a tanácsát kövesd, ne nézz a szemükbe. Kerüld a szemkontaktus, az hergeli őket. Nem kell a nyilvánosságtól és az igazságtól tartani. Ugye ezzel ellentétes gyakorlatra utal egy rosszul szánt szellemeskedés, vagy egy rosszul elsült és nyilvánosságú szellemeskedés, az nem helyes. Tehát szegény! Őszintén erről van szó. Legyünk őszintén, nem erről van szó! Nem erről van szó, szerintem konkrétan hazudtak a Telexnek, és ezt gyakorlatilag melyik a belső mondat, levelezésből be is ismerik. Melyik mondatot? Fúj, bazd meg! Ez már mindenkinek csípőből jött. De hát hazudtak. És pontosan melyik tudná idézni pontosan azt a mondatot? És nem tudod idézni, akkor hát ilyen felkészületlen, nem tudunk mit mondani erre, hát ilyen felkészületlen vitapartnerre, nem tudunk. Hiába hazudtak, bazd meg. De... A Gulyás most meg fog lepődni, Ádám. Akkor most elmondom, ugye itt arról volt szó, hogy a honvédelmi tantárgy oktatásáról kérdeztük a köznevelési államtitkárságot. Hoppá. Hogy ezt hány iskolákban, mely iskolákban és milyen döntés alapján, miért ezekben az iskolákban fogják oktatni. És akkor erre eléggé úgy tűnik a belső levelezésből, hogy a köznevelési államtitkárság tudta a választ, hogy mely iskolákban, csak nem akarta nekünk elmondani, illetve azt is állították, hogy ez szabadon választható, miközben a belső levelezésben elmondják egymásnak, hogy hát ezt ők letárgyalták már előre.
ki. Tehát én nagyon örülök, hogyha a jelenlegi kormány legnagyobb bűne az az, legnagyobb bűn. Ja, most már mégsem vicc volt benne. Ja, hát nem, akkor... rossz felelés, ez szörnyű. Édes Krisztusom, Gulyás, szedd meg össze magad. Szegény, elfelejtett felkészülni, de az öreg Simor az felkészült. Tudásán esetleg nem adtak teljes körű tájékoztatást, ez nem helyes, de azért olyan időszakot éltünk ebben az országban, amikor egy kormánypolitikának a fő iránya az maga a hazugság volt. Hazugtunk reggel. Kis gyurcsányozás. Érdem meg este, bár minden napszakot nem sikerült eltalálni. Tehát akkor a hazugságoknak van mérete, és akkor a kicsi az belefér, a nagy meg nem. Olyan már bizonyára volt. Szegény Gulyás, megsajnáltam. Azt mondtam, hogy nem érek rá, noha meg is szakíthattam volna éppen a beszélgetésemet, és ráérhettem volna. Ez sem helyes, de nem azonos azzal, mint amikor valaki csődbe viszi az országot, és közben... Hát nem. De az is megy. Azt akarom, hogy tényleg elővegye, hogy ez itt egy Wookie, nem egy, mi? Vagy hogy van? Ja, Csubakka érmény. Ez egy Csubakka, ez fogja a következő válasz, ez lesz. Csubakka, Endorf bolygón. De el is felejtettem. Ez zseniális. Szerintem a következőre készüljön fel ezzel a Gulyás. De hát hazudtak. Ő itt Csubakka. Nézzük, nem vagyunk messze ettől. Az nem jó analógia, mert az, hogy nem ér rá, az az ön személyes idejéről szól. Itt meg arról van szó, hogy az állami iskolákban mit és miért fognak oktatni, és ezzel kapcsolatosan elhallgatta az információkat a köznevelési államtitkárság. Az én hasonlatom az arra vonatkozott, hogy természetesen van különbség a között, hogy ki milyen területen nem bontja ki az igazság minden szeletét, hogy egy az élő klasszikus Gyurcsány Ferencet újra... Ja, Isten bazdmeg, ez hogy lehet még ilyenkor, hogy lebukok, hogy hazudtam, és még mindig a Gyurcsány Ferencről beszél. De annyira egyszerű lenne tényleg azt mondani, hogy figyelj, rendben van, ki lesz vizsgálva, most ez nem az én, nem én fogom kivizsgálni, hogyha odáig eljutottunk, akkor szód. Csak ennyit kellene mondania, és az se lenne korrekt. De legalább akkor mondott volna valami normálisat, és nem pedig itt magyarázni. A Gyurcsány 20 éve ezt csinálta. De hát a Gyurcsány... Tudod, mit mondott meg a Gyurcsány? Azt is mondta, hogy kígyóznak a kígyók. Részeges. Gyakorlatilag ezt mondja a Gulyás Gergely. De hát a Gyurcsány részeg. A gyerekek mind folyamatosan minket vesznek. Tehát jó, Ádám, nem. Föl van véve kamerára, ne aggódjatok, meg lesz az. Ne nézz a szemünkbe, ne hergeld őket. Itt arról volt szó, hogy önök nem kaptak pontos tájékoztatást arról, hogy meg iskolákban oktatok a ezt sajnálom. Ezért... Bocsánat, még egyszer, Gulyás Gergely azt mondta, hogy ő még sose hazudott, itt most hazudott. Nem kaptak pontos információkat, nem. Megkapták a pontos információkat, majd megkapták azt az információt, hogy az utasítás mégis arra szólt, hogy a pontos információk ellentétét kell mondani a sajtónak. Tehát most Gulyás Gergely hazudott. Gulyás Gergely kérdezte, hogy mikor hazudott ön, épp az előbb. Köszönöm. Ezt sajnálom, ezért a kormány nevében elnézést kérek, de azért ezt a saját helyén kell kezelni. Ja, nem mindegy nektek, bazd meg, úgyse fogjuk leadni az Origóban, meg elmegyen, úgyhogy úgyse fog hallani erős senki, hogy kussoljál már te lesz. Különben is a Gyurcsány része. És a média nagy része, úgyhogy senki nem fog erről hallani, és még akkor is csak elhesegetjük. Van ehhez kapcsolatban még egy hír, Ádám? Adom ezt a telexes srácot. Nem csak a Gulyás Gergely kért bocsánatot, hanem a Maruzsa Zoltán is bocsánatot kért. Szóval elnézést kér mindenkitől, akiket esetleg megbántott, mondta a Népszavának Maruzsa Zoltán. Van ilyen, hogyan kérjek bocsánatot kézikönyv, és egy randomot felolvasod, csak ez most erre pont nem vonatkozik. Nem, most nem megbántásról van szó, bazzen. Hát ez nem ez a Gyurcsányos, ez a Maruzsa, tudod, aki háromszor egymás után a gyurcsányozást kezdte az orosz izére. Az a csávó. Felismer. Nagyon könnyen meg lehet. Tudom, én mindig mondta, hogy de Gyurcsány fogadta orosz. De hát most arról kérdeztem, hogy de Gyurcsány, az egy klasszikus videó, imádom. Úgy rá vannak fixálva a Gyurcsány, vajon a fideszeseknek. Néha a dugás közben is Gyurcsányt teszük be amúgy. Éppen szexelnek, vagy nem tudom, éppen rámennének a gyilokpornóra, amit néznek, bazdmeg. Ugye nagy keresztény gyilokpornójukra. És akkor írtam, hogy a Gyurcsány, és aztán vagy még jobban elmennek, és utána kurvára szégyellik magukat, hogy a Gyurcsányra mentek el. Miközben a fejére gondoltak, vagy nem hiszem, hogy lelolt, szerintem sikítve mennek el akkor. De nem, de ezek állandóan csak a Gyurcsányra gondolnak. Ilyeneket mondani állandóan. Lehet, hogy úgy szok, a feleségükre ilyen Gyurcsány maszkot adnak, és így nagyon meggyaláznak. Hogy lehet ilyeneket mondani állandóan? Aha, Gyurcsány az az! Bocsánatot kell kérned most majd a Maruzsa Zoltántól, és akkor mondhatod azt, hogy bocsánatot kérek mindenkitől, akit esetleg megbántottam.
Csak így. Aki de... tudod, ilyen kis hópihe. Bocs, hogy megbántottalak azzal, hogy hazudtam. Lehetne tovább lépni? Milyen benne a megbántás? De Marzs azóta nem bántott meg senki. Azt kell, hanem, hogy megcsaljátok a barátnőtöket, akkor utána, amikor megbeszélnétek ezt, akkor azt mondod, hogy igen, be is van, bocsánatot kérek, ha esetleg megbántottalak vele. De nem, nem az, hogy ez is nem meg, hogyha téged megbántottak, hanem kérem, bárki, tudjuk, aki esetleg ezen megsértődött, aki ezen megbántódott, attól elnézést kérek, hogy megbántódott. Csak azért, tudod, az így benned történt, azért, nem az én, kérsz, nem bocsánat, én okoztam. Igen. Te vagy ilyen hópi, bocsánat, hogy akkor a hópi vagy. Ja, hát. Jócsának is ezt kellett volna az összedi beszél után. Bocs, hogy bárki megbántódott ezen át. Bocs, aki megbántódott, hogy elárultam mindenkit. Tudj, Maruzsa Zoltán. Elárultam a bizalmat, amivel így megbíztatok engem, hogy csináljam a dolgomat. Akit ez zavar, rendes munkahelyen ott kibasznak ilyenek után, de hát tudjuk, hogy ez milyen hát munkahelyen kezdek. Ez mi? Először lehet laborban növesztett csirkehúst kapni az Egyesült Államokban, ugye ez egy nagy vita, hogy ugye a rovarfehérje mellett mi az, amivel még hosszú távon fenntartható? Hát igen, valami 12 milliárd ember számára fenntartható élelmiszeripari láncokat kell kialakítanunk a közeljövőben, a következő, hát nem tudom, 30-50 évben, és hát ebben az egyik próbálkozás az, hogy laborban növesztenek húst. Ami hát elméletileg ugye kémiailag ugyanolyan, mint a rendes hús. De hát nagyon sok ember óckodik ettől, hogy ezt tegye. Amúgy ez a marha az, ami eszméletlen sokat. Ahhoz képest, főleg ilyen kalória arányosan, de ugye a marha az egyszerűen nagyon sok vizet, meg földet elhasznál. Főleg vizet. Igazán, ja, hogy iszét, én hogy területet, én szeretem a marha húst amúgy, de kb. Marhát kivonnák ilyen szinten, vagy minimalizálnák, akkor már azon nagyon durván sok víz, meg föld felszabadulna, de hát értem, hogy a marha hús az mennyire népszerű, és tudom, hogy miért. Én is szeretem, de érdekes. Hogyha elő fognak állítani növényekből nekem olyan dolgot, ami olyan finom, nekem az teljesen meg fog felelni. De az ilyen vega burgerek azok máshogy finomak? Vagy ettél már olyat, amit nem tudtál volna megkülönböztetni? Ettem olyat, ami már nagyon közel volt, de az meg más, érted? Egy steaket azt nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni úgy. Egy ilyen burgeres szendvicset, ami amúgy is össze van trancsírozva, minden szar bele van rakva, azt valahogy le lehet utánozni. De egy steaket azt nem lehet olyan egyszerűen. Hát jó, de nem kell, most nem tudom azért ki milyen gyakran eszik steaket, de nem is feltétlenül biztos, hogy mindenkinek mondjuk minden héten steaket kéne ennie, vagy minden, főleg minden nap esetleg. De hogyha ezt a, nyilván amúgy a társadalomnak a túlnyomó része, az meg szinte soha nem eszik steaket, ha egyáltalán már evett, mondjuk itt Magyarországon, de erre talán rá lehetne állni, hogy ez a mindennapi steakzabálás. A húsból is amúgy sokkal több húst eszik az ember, mint amennyire szükség. Ahhoz képest szerintem zöldséget meg ilyeneket sokkal többet kéne zabálni, de úgy érzik az emberek, hogy hús nélkül egyszer nincs étkezés, pedig azért hát meg lehet oldani annélkül is néha. Így fejlődött ki a konyhánk az elmúlt néhány ezer évben, vagy néhány száz évben, viszont ami főleg meg... a magyar, nem mindenhol. Azért a legtöbb helyen valami húsköré épül a kaja, nem? Vannak elég jó országok, aminek jobb a vega konyháját, Magyarországon semmilyen nincs. De hát a lecsó. Hát de abban is azért laksz kolbász, nem? Az a kolbászos lecsó. Ja. Na a másik pedig az, hogy ugye az elmúlt néhány millió év arra kondicionálta az embert, hogy minél nagyobb energiatartalmú cuccokat zabálja, és ezért ilyen szempontból ezt is nehéz az ezt azért megváltoztatni. Tehát itt felül kell emelkedni a majom agyunkon, és a szellemnek kell uralni az embert, hogy emellett döntsön. És azt tudom, hogy nehéz, és ilyenkor jönnek be azok az ösztön szólamok, amiket például a jelenlegi kormányzó párt is előszeretettel hangoztat, hogy egyenek tücsket meg szöcskét a migránsok. Nekem a nagyapám is disznót evett meg marhát. Jó, de akkor majd éppen az lesz az egyetlen lehető, akkor a migránsunkhoz megyünk egy kis tücsökért, hogy túléljünk. Hát mi nyersen fogjuk enni a tücsköt, miközben más országok meg ilyen kurva finom tálakat fognak csinálni. Észre sem fogják venni, hogy az tücsökből, szöcskéből van, csak rovarfehérje lesz benne. De amúgy azt nem tudom, tudtad-e Ádám, hogyha nem is így, de elég sok rovarfehérjét fogyasztunk. Van mindenféle, igen. Amúgy szerintem azt várhatod, hogy az emberek így tudatosabban étkezzenek, hogy majd kevesebb húst fogyasztanak, mert így egy tudatosabb generációk jönnek. Szerintem sajnos ez egy bizonyos körben lehet, hogy működik, de... Hát de nem, nyilván nem a hónapról hónapra, meg napról napra élő emberek között igen, kell elkezdeni csomó, a világ nagy része az még most is egy csomószor. Egy csomó embernél az jönt, hogy melyik 5 forinttal drágább, vagy olcsóbb, vagy egyszerűen ebben nőtt fel, húson szocializál.
feladott, úgyhogy valószínűleg azért is kell ilyen húshoz hasonlító nem hús, mert máshogy nem, az, aki ebben nőtt föl, és nem érdekli annyira az, hogy most a fenntartható-e vagy sem. Ez gazdaságilag kell nekik, hogy megérje. Én mondok akkor valamit Ádám, például kiépül az iskolahálózat Magyarországon normálisan, de képzeld el, hogy mondjuk ott minden gyereknek az állam fizetni a kajáját, naponta 3 kaját, egy reggelit, egy ebédet, egy vacsorát, vagy egy uzsonnát, vagy tudom is én. Az mindig ilyen lenne. Mindig erre épülne, hogy környezettudatos módon készüljön, minél több zöldség alapú cucc legyen benne, hogy erre edukálja őket, hogy... Most is élnek a suliban, bazznek. Hát ja, persze. Egy rizst, beleraknak 2 répadarabot, meg egy izét, egy borsót, és akkor itt van a rizses hús. Risotto. Ja, és akkor van benne való hús, valakinek a tányérjében lehet, hogy jutott egy darab nyers krumpli. Igen, és olyan száraz, hogy így nem tudsz elég vizet inni, hogy lenyel. Igen, viszont iszonyúan meg van sózva. Mert el kell nyomni valamivel a húsnak a romlott ízét. Hát az volt, az, hogy északi államokban ott a kajálás is ingyenes a diákunk, és hogy milyen jó kaják van. Ez más, az tényleg nagyon sok pénz ezt fenntartani, meg minden. Sok pénz fenntartani, de szerintem még hát több pénz, ami... lehetne költeni, hogy a gyerekek legalább, akiknek otthon nem tudnak rendesen enni, akkor legalább a suliba egyenek rendesen. Meghallgattam a Vitézi Dávidnak a partizános cuccát már szinte végig, és ott mondja egyszer, hogy ez a mostani közlekedésével Budapestnek mennyi időt, energiát vesztegetünk, és hogy ez a nemzetgazdaságnak egy nagyjából 600 milliárdos kiesést jelent. Az az idő, amit így ülnek az emberek, ez a stresszfaktor, ugye a szélben, a dugóban. Emellett amúgy azt is meg lehetne, valószínűleg számszerűsíteni lehetne, hogy mekkora a veszteség abból, hogy emberek kiesnek a társadalomból, emberek szart esznek, folyamatosan betegek, összefossák. Direkt most van a felújítás, meg ez, meg amaz, itt minden bazdány. Valaki menjen, azt rakjon rendbe, csak kell. Azt hiszem, hogy ez a csávó csak ott fönn az erkélyen egy ütvefúróval csak így nyomja neki a szélnek, a korlátnak, hogy ilyen hangja legyen. Összeesküdött ellenünk a város. 5 percenként valami világvége van, vagy valami. Ezzel kapcsolatban ugye idén tavasszal életbe lépett az új szabályozás a rovarfehérjékkel, vagy a rovarfehérjékről, mert ugye az EU behozta, hogy lehet bugarakat enni. Az EU, a Brüsszel a bogarakra akar etetni a migránsok miatt. Bogarakra akarja átállítani, hogy a magyar az egyen bogarat. Hát amit a csirke eszik. Azért jöttünk mi is, itt megreggeliztünk a bokorra, leszettünk pár izét. Mesztelen csigát. Ja, meg azt a lenyeltük bogarat, egyben. Ami mindig így együtt megy. Találtunk leveleken tetveket, azt ide nyaltuk. Hát azért olyan finomnak tűntek ezek mindig az oroszlán királyban. Na igen, szóval ezt akarja Brüsszel, de megment minket a Fidesz. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy most már egységes jelzéssel jól láthatóan el kell látni azokat a termékeket, amikben rovarfehérje is van. Így például a Hungarikum Pix szalámit. Annyira örülök, kiadja a minisztérium az utasítást, hogy fúj, ez a büdös rovarfehérje, ez nálunk nem lesz ez, és akkor a Hungarikum osztályon meg valaki lapít. Az összes Hungarikum tele van bogárra. Nem tudják, hogy csak bogarakat eszünk. Gyakorlatilag bogarak ledarálásából van a pix szalámi. És akkor itt vannak ezek a bugarak, amikből van. Ez az egyik, de ott van a másik is, Ádám. Ez ebből van? Ez a pix szalámi. Ez van a pix szalámiban? Ami nem tudom, hogy ez van a pix szalámiban. 2 rovarfehérjét találtam meg a most már 4-ből, ami engedélyezve van Magyarországon. Az ez egyik mi? Az... Hát, bogár? Nem tudom, milyen része. Ez nagyon az ugyanaz. Ez menőn néz ki amúgy. Ezt így megedéd, nem? Most tudod, hogy van egy ember, aki pixelámit eszik, szóval neki mutatjuk, hogy ez van a pixelámiban? Hát meg ez, meg igen. Gyakorlatilag ebből a két dologból kész a pixelámi. Amúgy ez aranyosnak tűnik így, nem ilyen kis szőrös állat, amíg nem kezd így kalimpálni a csápjával, meg a lábaival. Összefutott a nyála számba. Tehát arról van szó, hogy már hosszú évek óta ezeket esszük. Nyilván az új uniós szabályozás se arról szól. Na, ti is ettetek ilyet, ne nézzetek. Az új uniós szabályozás se arról szól, hogy egy ilyen marék csótányt kell majd így habzsolni. A másik oldala meg az, hogy tényleg valamit előre kell lépni, és a rovarfehérje az pedig úgy tűnik, hogy lehet egy irány, nyilván ebbe még majd el kell merülni, hogy ez hogyan tud jól működni, és arra gondolok, hogy olyan lesz, mint a Snowpiercerben a kocsonyás blokkok, amiket lehet enni, hanem az, mint a pixalámi, hogy a vége az valójában egy finom kaja, csak vannak dolgok, amiket ki lehet benne váltani, farmokon előállított rovarfehérjével, ami természetesen ellenőrizve van, és nem a 15 lábú csótány a csernobili atomerőműből. Írjátok le a kommentekbe, hogy ti milyen rovarokat ettetek meg gyerekkorotokban. Ezzel lehet ebbe előre lépni. Menj már, itt egy bogár.
Edd meg! Mindenki hallott már róla, hogy a Titanichoz alámerült expedíció, az ugye valószínűleg már mindenki hallott rajta, valószínűleg elfogyott a levegőjük, nem sikerült megtalálni őket, nem sikerült kimenteni őket. Az internet nagyon köszörülte a nyelvét amúgy rajtuk, és elég undorító volt, és teljesen mindegy, hogy milyen gazdag emberek, ami én nem is értem, hogy hogy jön ide, de hogy ezen élcelődtek, hogy a sok gazdag ember lement megnézni a Titanicot, és most végre meghalnak. Nem értem ezt az egészet. Én nekem elég sok problémám van a társadalmi egyenlőtlenségekkel, de nem tudok. Nyaralás alatt, ahova nem tud elmenni egy szegényebb, akkor az is rendben lenne. Ez mi? Én tényleg nem értem, hogy hogy lehet. Amiatt, csak amiatt. Tehát egyáltalán biztos, hogy kongói vérgyémántokon gazdagodtak meg. Semmi, egyszerűen gazdag ember. Ennyit tudom. Ilyen szinten van egy csomó ember, hogy gazdagok egyenlő rossz, mert nekem pénz kevés. Igen, ez még nekem is radikális hozzáállás. Na de a Telex Zac legalább egy kicsit kedvesebben, korrektebbül áll hozzá. Megtiszteli az emlékét ezeknek az embereknek, bár amikor ez a cikk kijött, még lehetett számítani arra, hogy élne. Tehát egy OnlyFans modellel kezdett online flörtölésbe az eltűnt tenger alatt járón lévő brit üzletember, magyar nevű mostoha fia. Hú, van Telex, szedd már össze magad, bazzeg. Figyeld a magyar nevű gyereket, Brian Sass. Száz Brian, a Titanic közében eltűnt tenger alatt járóban lévő Hamish Harding, lehet, hogy ő is magyar, brit üzletember és felfedező nevelt fia, írja a New York Post. A tenger alatt járó, melyen Harding tartózkodik, vasárnap tűnt el, mostanra pedig kevesebb, mint 20 arányi oxigén lehet rajta, márha még egyben van. Erre megírja a Telex, megírja ez az úriember, hogy ezeket írta ki a Száz az elmúlt napokban a Twitterén. Nevelő apám, a tenger alatt járón van, gondolunk rá és imádkozunk érte. A Blink van túl életünk legnehezebb időszakán segít át minket. Az igaz. Rádülhetek? Igen, kérlek. Ez egy pornoszínésznő OnlyFans modell majdnem messzen képének megosztására került ki. Hogy lehet? Most érted, bazzeg? A Telex az egyszerre tud tök jó dolgokat csinálni, mint most ezek a bekérdezések, és utána hozni a legmélyebb She Life és Blik legaljának a legalját. És az az érdekes, hogy amúgy ez a srác, aki írta ezt a cikket, mellette ilyeneket ír. Ő írta egy másikat, amivel fogunk foglalkozni, az Ácsi polgármester, a Matthias Korvinus kollégium történetéről egy egész nagy cikk. Gazdaság, tudomány, mindenféle, és akkor én nem tudom, ki kényszeríti rá erre a cikkre, és akkor itt van közte. OnlyFans modellel kezdett online föltelésben. Mi szükség volt erre? Miért kell megaláznia magát a Telexnek? De most a legfontosabb hírünket is se hagyjuk ki. Így választja ki a lélek a családot, ahová születik, ezért teszi ezt. Ez már régi tartozásunk, hogy erről beszéljünk, nem? Te foglalkoztál már ezzel a témával. Illusztráció is. Ez egy fénykép. Igen, az egyszer megnéztem egy podcastet a Fókusz csoporton, a Tudatosság podcastet. Mondták, hogy egy köcsög vagyok, mert ne legyek ilyen zárkózott ezekkel. Úgyhogy most akkor megpróbálkozom. Mert amúgy egy köcsög. Mert amúgy teljesen rendben van az áldozat shaming. A lelkünk nem véletlenszerűen választja ki a szülőket és a családot, ahová belép, hanem annak karmikus feladata és addig története alapján. Nem tudom, tudtátok-e? Mondom, ez valami bizonyítékokkal is szolgál majd sokkal. A kiválasztott család segíti az egyén lelkét mind az általános generációs feladatok, mind az idek egyéni feladatainak teljesítésében. Értelemszerűen. Ehhez pedig sok befektetésre, energiára, erőforrásra és befolyásra van szükség a család részéről. Figyeljük ezt meg egy példán keresztül. Egy ideg azzal a feladattal érkezik egy adott családba, hogy megfizessen bizonyos korábbi karmikus adósságokat. Érthető. Hát meg a bank felé az adósságot is, nem? Ez azért, kéne, tényleg megszületik egy gyerek, és így kap egy adósságot. Azért jön a lélek a családba, hogy a babavárodban ne kelljen annyit fizetni 3 évig az a kamat. Igen, a te karmikus adósságodat törleszi a baba. Csokot jön. Karmikus babaváró. Például, ha valaki egy előző életében visszaélt a hatalmával, és sok ártatlan életnek vetett véget, de a nemzetségen belül is sok karmikus adósság halmozódott fel. Például néhány generációval korábban az illető ősei nagy számban öltek meg ártatlan embereket egy háborúban. Ez az élek most megszületik Péter és Mária családjába, akiknek az ősei szintén sok ártatlan haláláért és könnyeiért felelősek. Aha. Pétert behívták katonának és elment a háborúba, miközben Mária terhes volt, majd nyomtalanul eltűnt. Mária meg akarta szakítani a terhességet, és a családjának közbe kellett lépnie, és befolyást kellett gyakorolniuk rá, hogy ez ne történjen meg. Ez most egy történet? Igen. Vagy egy példa? Ez egy történet. Ez egy valós történet. Amikor a kisfiúk megszületett, Péter még hadifogoly volt, de a háború véget ért, hazatért. Ekkor a család egy nagyvárosba költözött, bár eredetileg a messzi északra készültek, de a család ismét hatással volt rájuk a döntéshozatalban. Mindez azért,
azért, hogy a gyerek felnőhessen, és egy nagyvárosban tanulhasson, hogy később híres sebész váljon belőle. Persze sebész, mindig azt kell, hogyha valaki sikeres a sebész. Aki életek ezreit mentheti majd meg. Menti. Ezáltal ennek a férfinak a lelke két feladatot is teljesített. Megtisztította a nemzetségét, a negatív karmától, ugyanakkor a saját adósságát is lerúgta, energetikai szempontból növekedett. Új tapasztalatokat szerzett mind önmagam, mind családja számára. De mindez lehetetlen lett volna anélkül az eseménysorozat nélkül, amit a család hozott létre, anélkül a védelem nélkül, amit ennek a léleknek és minden ősének nyújtotta. Ezek a megoldások. Valaki így olvas, hogy egy reggel felcsapja az internetet, nézzük, mi megy a Blik Rúzson. Olvas ezt egy cikket, bár nem tudom, aki ilyenekbe hisz, az végig tudja olvasni egy ilyen hosszú cikket, de hogy olyan elképesztő számomra, hogy így emberek ezt így elhiszik, és vannak, akik egyel kritikusabbak, de azt mondják, hogy figyelj, hát lehet benne igazság, és így, de mi? Ez egyértelmű, a ChatGPT írta bullshit az egész, és hogyha nem hiszem el ezt, akkor én vagyok a seggfej, mert lehetnék nyitottabb. Miért nem hiszek el valamit, amit semmivel nincs rátámasztva, és csak valaki kiszarta magából, így egy a reggeli fél órájában, amikor épp ventilált, vagy valahonnan, nem tudom, Google fordítóval lefordította. De közben ugyanezek az emberek, most ez, ne, csak ez most ez menni fog idég. Hogy mondjam, az emberek mindig érdekesen választanak, hogy mivel kritikusak. Erre nyitott legyen az ember, ezek igaz, meg érdekes dolgok, de azért van, amivel kritikusak, például olyan dolgok, amit mondjuk az orvostudomány állít, vagy így az orvosok, az már gyanús, hogy át akarnak venni. A bankok, az államok, az mindenki át akar venni. Mondjuk a bankok tényleg. Ja, de érted, nem úgy, ahogy te gondolod. Az orvosok nem biztos, hogy az oltással... Az orvosok is át akarnak verni, a kormány is át akar verni, mindenki át akar verni téged. Ja, mondjuk meg a még kormány a, is. Meg még a, igen, meg még a atomfizikusok is, meg még a föld se lehet, hogy gömbölyű, mert akkor lapos, mert mindenki át akar verni. De, ja igen, ez rendben van, ez legitnek tűnik nekem, ez rendben van. Azért nem tudsz egy kicsit nyitottabb lenni? Csak kell. Én ma reggel láttam egy laposföldes térképet, hogy egy hivatalosan kiadott térkép 1912-ből is, hogy ez volt a hivatalos térkép, és rajta volt Csehszlovákia. És így álltak ott az emberek, hogy azt a tényleg? És ilyen laposföld alakú volt, és akkor itt most minket megvezett. Ott jégmezők is? Nem, azok nem voltak ott. Tesla idézetek voltak ott. Amikor Tesla valószínűleg teljesen beópiumozva össze-vissza beszélt, azokat leírták. Lényegében mielőtt testet öltene, minden emberi lélek egyfajta szerződést köt egy nemzetséggel, ahová tartozni fog abban az életben. Ezt néha maga a nemzetség kezdeményezi. És hogy miért? Az adott nemzetségnek még van valamilyen karmikus adóssága. Szövetséget köthet egy bölcsebb lélek, aki segíthet a megtisztulásban, gyógyulásban. Ha nem érted, a lelked miért választotta éppen azt a családot, amiben beleszülettél, tedd fel magadnak a következő kérdést. Mi hiányozna a jelenlegi tudásodból és tapasztalatodból, ha nem ezek a bizonyos lelkeknek, ezeknek a szülőknek, rokonoknak a körébe születsz meg? Mindig van valamilyen értelme azoknak a megpróbáltatásoknak, amelyeken szüleiddel együtt keresztül mész. A rokonaid baznak, hol a szemüvegem? A rokonaid megtaníthatnak neked különböző leckéket az életről, és cserébe te is felkínálsz nekik néhány leckét, amit érdemes megtanulni. Ez lényegében egy olyan szerződés, ami még a születésed előtt megköttetett, és egyetlen meghatározott célja van, a lelkek fejlődése. Igen, az amúgy igaza van. Szóval egy lecke, az egy nagy megpróbáltatás lenne az életben, hogyha lenne egy ilyen okonom, aki ilyen nagyon spirituális, és ezt kéne hallgatnom aznak. Hú, hát nagyon nem bírnék magammal, ez egy ilyen Achilles is harkam nekem, mindenféle van. Ezen Facebookon csak úgy terjednek, ismerem. És mindenki épp eldönti, hogy melyik szeletét hiszi el, attól függően, hogy melyik látó mondta, aki attól látó, hogy elvégzett egy... Egy másik látó, egy másik látónak a BuzzFeed quizét elvégezte, és akkor... Kifizetett 270 000 forintot, és ezért kapott egy PDF-et, hogy látó vagy. Amúgy én megértem, hogy nehéz az emberi élet végességével szembenézni, meg azzal, hogy milyen elhanyagolhatóak vagyunk a világegyetemben, és hogy valójában teljes a szabadságunk arra, hogy mit kezdünk az életünkkel. De közben a környezetünk nyilván korlátoz minket, de valójában minden döntés a sajátunk is lehetne akár. És ezzel nehéz szembenézni, ezt nehéz feldolgozni, és akkor sokkal egyszerűbb azt gondolni, hogy mindenki más előre el van rendelve mondjuk minden, vagy hát igen, ez a lelke, lehívták a lelkemet. Igen, mert minden dolog, amivel egy kicsit el lehet állítani a saját felelősségemet, az mindig jó, nem? Hogy igazából nem én tehetek róla, hanem az univerzum, a karma, így, meg úgy, meg amúgy. És másnak is lehet azt mondani, hogy hát most sajnos nem tudok segíteni, mert hát igazából te választottad ezeket a szülőket, stb. De hát igen, lehet, hogy néha szembe kell nézni ezzel a kaotikus világgal, ami nincs igazság. És ettől függetlenül lehet, hogy van felső patalom. Ez egy bájász amúgy sokkal, hogy az emberek hisznek abban, hogy ez a világ igazság.
világos, kvázi a, ugye karma bullshitja, hogy majd így mindenik kiegyenlítődik, de nem. A világ nem igazságos, bazd meg. Van, akik életik végéig megúszszák azzal, hogy mindenféle ocsmánságot csinálnak, és valakik meg megszopják és meghalnak. Anélkül, hogy bármi szemétséget csináltak volna. Hát, és hogy bármi jó dolgot. Szóval ez sajnos ez ilyen ez a világ, és egyszerűen nehéz ezzel szembenézni emberként, és lehet, hogy annyira nyomaszt, hogy egyszerűen az agyad kitalálja, hogy nem bírom ezt hirtelen feldolgozni, és inkább akkor ebbe a burokba így bebújok, és ezzel megvédem magamat, ami ilyen szinten lehet, hogy jobbat tesz, mint hogyha csak az utcán szaladgálnál és sikítoznál. És kurva nyáznál mindenkire. Megértem azt is, hogy hogy jutnak el ide az emberek, mert tényleg nem rengeteg félelmetes dolog van a világon, csak attól még sajnos azért kritikával kezdjük, mert ez egy idő után olyan irányba el lehet menni, hogy tényleg mindenki hülye és mindenki hibás, csak én nem. És a mással történik valami rossz dolog, és azt is elkezded magyarázni majd neki, hogy igazából megérdemli, meg a karma, meg minden, onnantól az egy nagyon, onnantól már tényleg megbánthatod az embereket. Szóval a világ egy igazságtalan hely, de az már a te saját döntésed, hogy magad körül egy kicsit igazságosabbá, meg egy kicsit jobbá teszed-e. Ezt vitatja el például az, hogyha nincsen szabad döntésed. Úgyhogy döntsetek ti is jól, inkább ahelyett, hogy rosszul döntenétek, és azt gondolnátok, hogy ez a karmának a döntése volt, nem a tiétek. És tegyétek magatok körül egy kicsit jobb helyé ezt a világot, például az, ja, hogy a... Igen, meghatódom csak, legyen jobb a világ. Hogy a Patreonon támogattok. Ja, jó. De amúgy is. Tegnap felvettünk egy... Mondjátok meg a szeretteiteknek, hogy szeretitek őket. Tök jó kis logot, amit majd kirakunk a Patreonnal. Hétvégén jön egy remek a fókuszcsoport epizódot, találkozunk. Hú, tényleg a SheLife cikk az elmaradt. Bazdek, pedig ez nagyon jó az a cikk. Nem baj, mert jövő héten is újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek?